Szép estét kívánok mindenkinek! A héten már többször foglalkoztunk azzal, hogy a 80-as visszakapja a kispostáját, és előzetesen arról lehetett tudni, hogy majd január 29-én, vagyis jövő hét hétfőn nyithat újra, ám úgy tűnik, hogy már most pénteken kinyithat a 80-asi kisposta. Dr. Vég Attila önkormányzati képviselő a vendégem, illetve a posta projekt egyik nagy felkarolója, ha fogalmazhatunk így. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát jó, tényleg sokat dolgoztunk rajta, meg gondolkoztam, hogy hogy jutottunk el odáig a novemberi, 2022 novemberi posta bezárástól kezdődően. Sokszor beszéltünk már arról, füredi postát sikerült újra nyitatni viszonylag egyszerűen az észérvek mentén, viszont abszolút bizonytalan volt az eltökéltség, az töretlen volt, hogy újra kell nyitatni, mert nem maradhat ez a városrész posta nélkül, nem maradhat Gyöngyös egy postával, hogy amit tudunk, próbálunk segíteni, és tényleg kapura jött az a postapartneri program, mert egyébként nem valósult volna meg, akárhogy erőlködünk meg, gyűjthettünk volna 20 000 aláírást, és ha valamit valaki nem akar, akkor azt nem fogja megtenni, viszont tényleg volt egy ilyen program, és ott volt szerintem a... Tehát, hogy rögtön rámozdultunk. Amikor megjelent, szinte elkezdtünk foglalkozni vele, próbáltunk vállalkozót keresni, aztán ugye a Városgondozási ZRT mellett döntöttünk, ami egy abszolút egy kiszámítható megoldás, és először még ugye a posta kiírásnak megfelelően, vagy szellemének megfelelően, a partneri program szellemének megfelelően egy helyjel működött volna a húsbolt területén a 80-asi kisposta. 8 órában, aztán mikor megszavazta az önkormányzat a szükséges forrást, akkor a posta jelezte, hogy hát itt azért volt ügyfélforgalom, hát persze, hogy volt egy heti, vagy napi 400-as ügyfélforgalom, hogy hát egy ember... kevés. És akkor azt mondták, hogy legyen legalább 2 fővel, 8 órába, június körül vittük tavaly júniusban a testület elé, testület megszavazta, egyhangúan megszavazta, és utána elteltek hónapok, amíg vártunk a Posta Bíráló Bizottságnak a döntésére. Hála Istennek meghozta a döntést a posta, január 9-én kaptunk egy hivatalos értesítést. A döntésről már picit korábban, de nem sokkal, hogy január 29-én nyit a posta. És mivel a Városgondozási ZRT-nek volt a feladata, meg neki a feladata a postának a berendezése, bár a posta majd mai napon hozta a technikát, a szoftvereket, hardvereket, tehát most ma nyeri el majd a végső formáját, viszont hétfőn jelezte, hogy nem 29-én lesz a nyitás, hanem 26-án, és ez okozott egy kis, hogy mondjam, aggodalmat a városgondozás részéről is, hiszen pont lehet, hogy ez a hétvége még hiányzott volna. Ez olyan, mintha valaki készül egy vizsgára, tudja, hogy mondjuk 29-én fogok szigorlatozni, aztán kitalálják, hogy 26-án fog szigorlatozni. Tehát körülbelül... Tehát, amíg pénteken előfordulhatnak kisebb fennakadások, de nyilván ezt orvosolni fogják. Remélem, hogy nem. Egy biztos, hogy ne várja senki, hogy abban a formájában lesz pénteken, mint ami esetleg majd egy hónap múlva, hiszen még azért fognak hiányozni olyan komfortos dolgok, ami tényleg arra jó, hogy a lakosság kényelmesen igénybe tudja venni a szolgáltatásokat, de eljutottunk oda, és nagyon örülök neki, hogy újra nyit a posta a kétkedések ellenére is, bár én úgy gondolom, hogy a lakosságnak a túlnyomó többsége az szurkolt, és örül neki, hogy itt megnyílik a posta. Azért nagyjából másfél évet kellett kihúzniuk úgy a 80-asban élőknek, hogy nem volt helyben posta. Gondolom képviselőként, ottani képviselőként nagyon sok visszajelzést kapott. Mennyire hiányzott ez az ott élőknek? Nagyon. Tehát volt olyan, aki akkor költözött, ez egy hát fél éves, 8 hónappal ezelőtt valaki felhívott telefonon, hát most költözött a 80-asba. El akart menni a kispostára, látta, hogy be van zárva, egy levelet akart feladni, és azt mondta, hogy most ezért menjen fel a
ugye a egyes postának a helyszínére, az idős korosztály pedig egyfolytában: Attila, mikor lesz kisposta, mikor nyit meg a kisposta, ugye lesz kisposta. Ez tulajdonképpen szinte eltörpült az összes többi probléma mellett, mert akárkivel találkoztam, harmadik mondata megint a: jaj, de jó, hogy találkoztunk, mi lesz a kispostával, mert már annyi mindent hallott az ember, és töretlenül bízva mondtam, hogy lesz, nyugodjanak meg, dolgozunk rajta. Én szerettem volna, ez már év végén meg fog valósulni, de mondom, ez nem, vagy megvalósult volna, de tényleg nem rajtunk múlt, de hál' Istennek, hogy itt vagyunk még azért január végén, tehát az önkormányzat ugye a mátrafüredi kisposta ügyében viszonylag hamar tudott lépni, ott egyszerűbb volt a helyzet, és talán már 23. januárjában ő újra nyithatott, viszont ott is azért a fenntartási költségek egy részét vagy teljes egészét át kellett vállalnia. A kisposta, a 80-asi kisposta tekintetében ez az önkormányzatnak mennyibe fog kerülni? Igen, a kettőt el kell kicsit különíteni, tehát a mátrafüredi postához is ad hozzájárulást az önkormányzat, de ott igazából a posta üzemeltet. Teljesen más a helyzet, hiszen ott lecseréltük a mátraházi postát a füredire. Itt viszont egy jutalékos rendszerben dolgozik a Városgondozási ZRT, tehát forgalom után kap jutalékot. A bevétel az, hát ahogy számolták vezérigazgató úrék, 3-400 ezer forint havonta a bevétel. Az gyakorlatilag majd a rezsire lesz elegendő, meg egy-két technikai dologra. Az önkormányzat a működtetéshez közel havi 1 millió forintot ad hozzá, az évi 12 millió forint, tehát mondhatjuk, hogy a két dolgozónak a bérét azt egy az egybe az önkormányzat fizeti, tehát ennyiből más a két konstrukció. Ugye a kisposta jelenlegi helyén, ahol újra nyit az Olimpia út, iskola út, ki hogy nézi éppenséggel, nagyon forgalmas része a 80-asnak, hiszen ott van a 6-os iskola, közelben idős intézmény, gyermekintézmény. Mennyire egyszerű lesz mondjuk ott parkolni? Felmerült már problémaként lakossági vélemények alapján a parkolás. Ha most visszaemlékszünk rá, a Szövetkezet utcai postánál sem volt olyan túl sok parkoló, hiszen eleve csak a másik oldalon lehetett megállni, és azért ott is elég, tehát viszonylag kevés a parkolóhely, és esténként már fullon van. Hogyha a kis piacnál, a húsboltnál nyitottuk volna meg, ott meg egyáltalán nem lett volna parkoló. Tehát ez a helyszín, ha a hármat összehasonlítom, még mindig a legideálisabb, mert itt van parkolóhely. Viszont én már láttam azt a területet, mikor kint voltam, meg tartottam a sajtótájékoztatót, ahol, hogyha tényleg akut problémaként fog fölmerülni, elsőként fogom, nem nézzük azt, hogy ez most a 10-es körzet, kinek a körzete, hanem elsőként fogom kezdeményezni azt, hogy ott az önkormányzat további parkolóhelyet alakítson ki. Viszont ha már említette, nekem van még egy nagyon nagy problémám, és hagy hangsúlyozzam már azt is, hogy nem mi találtuk ki a 8-tól 16 óráig történő nyitvatartást. Ezt a posta így adta, hogy 8-tól 16-ig, nem szerencsés. Tehát legalább egy nap lehetővé kellene tenni azt, hogy legyen 10 órától 6 óráig nyitva, és akkor még össze lehet kötni az egyes postának a zárásával, mert nyilván megvan a logika, hogy azt mondják, hogy jó, itt bezárunk, mire oda átkerülnek a dolgok, addigra majd bezár az a posta is, de nem szerencsés, mert a 4 óra, ráadásul akkor van a gyerekeket is, akkor hozzák, viszik az iskolából, tehát akkor lesz egy megnövekedett forgalom, illetve nagyon sokannak 16 óra után jár le a munkaidő, és akkor megint föl kell mennie, és akkor ő rajtuk nem tudtuk segíteni, de most is azt mondom, örülök, hogy elindultunk, induljunk el, és ezek lesznek a következő lépések, elsősorban a nyitvatartás, másodszorban nagyon szeretnék oda vitetni egy ATM automatát, mert arra is igény van,
és harmadsorban mondanám a parkoló helyet, az is hamar ki fog derülni, hogy elég a parkoló, nem elég a parkoló, ha nem elég, akkor ott villámgyorsan lehet pótolni a parkolószámot. Tehát akkor nem arról van szó, hogy ezekben nem lehetne módosítani, vagy előrelépni, egyelőre megnézik akkor, hogy működik, és a későbbiekben lesz rá lehetőség, hogyha... Ha rajta múlik például a nyitvatartás, vagy az önkormányzaton múlik, akkor ezt villámgyorsan fogjuk kezdeményezni. Én nagyon remélem, hogy ezt a posta is belátja, hiszen ha ahhoz igazodunk, ami a kis posta nyitvatartása volt a szövetkezeti úton, mi csak azt kérjük, hogy legyen itt is egy ilyen fajta nyitvatartás, de most nem ezen akartunk vitatkozni, nyissunk meg, és legyen akkor meg. Utána megyünk szépen folyamatosan. Holnap reggel 8 órakor akkor kinyit a kis posta. Köszönöm szépen, képviselő úr, hogy én is volt. Köszönöm a meghívást. Önök viszont ne menjenek messzire, hiszen hamarosan Íjászattal folytatjuk.